Ezúttal Miklósi M. Ödön, szekszárdi festőművész Pesti Párról készített portréja lett augusztus hónap műtárgya a Vosinszky-Mor megyei múzeumban. Pesti Pál 1873-ban, tehát 150 éve született. Jogász, törvényszéki bíró, politikus, jelentős személyisége a két világháború közötti Tolna megyének és Magyarország közéletének és politikájának. A Pesti Pál a tanulmányai középiskolai tanulmányai elvégzése után ugye jogi pályára lépett, Budapesten és Berlinben végezte el a jogi egyetemet, majd rövid külföldi tanulmány után bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1897-ben Budapesten volt joggyakornok, majd pedig a további törvényszéki pályáját Tolna megyében töltötte. Először Szekszárdon, majd néhány évet Pakson aljárásbíróként, és aztán folyamatosan elég nagy léptekben haladt előre a bírói pályán. Szekszárdi 1903-ban Szekszárdon járásbírónak nevezték ki, majd az aljárásbíróságnak a vezetője is volt, és 1915-től a szekszárdi törvényszék elnöke, tehát a legmagasabb törvénykezési rangot is elnyerte, egészen 1922-ig, amikor a nyugdíjazását kérte, és politikai pályára lépett. 1922. májusában nagy többséggel az első fordulóban a Gyönki választókerület képviselője lett, és két cikluson keresztül képviselte Tolna vármegyét. Bekerülve a képviselőházba, a parlamentbe, a tárgyilagos és szakszerű felszólalásai nagy tiszteletet és elismerést nyertek neki, úgyhogy már a következő évben a pártja a képviselőház alelnöki címére jelölte, amit el is nyert, és a karrierje tovább ívelt felfele, mert 1924-ben a Bethlen kormányban igazságügyi miniszteri címet kapott, vagy hát nyerte el ezt a feladatot. 5 éven át volt igazságügyi miniszter, majd lemondott tisztségéről, és a földbirtokrendezési szövetkezet elnökévé lett, és más tisztségeket vállalt a következő években, de ugyanúgy következő években, és a pártja elnökévé lett, tehát az egységes párt elnökévé nevezték ki, amit hosszú évekig viselt. Azt kell tudni róla, hogy minden ismertető és méltatás Pesti Pálról arról szól, hogy ő milyen ember szerető ember, és hogy a két legfontosabb jellemzője az a tisztesség és jóhiszeműség. És valóban a választókerületében is nagyra becsülték, rengeteg rendezvényen vállalt fellépést, vagy hát megnyitó beszédet, tehát különböző társadalmi eseményekkor, illetve a választókerületének a beszámolóit is mindig nagy érdeklődés és elismerés övezte. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon elismert ember volt, és azt kell mondani, hogy nem csak a rangnak szólt az elismerés, hanem annak az emberséges embernek, tehát egy kimondottan szerette a választókerülete is, és ez jellemzi az országos politikában is az elismertségét. Érdemes megemlíteni, hogy az evangélikus egyházban rendkívül fontos szerepet töltött be. Uzdon született, de az egyház községe a Sárszentlőrinchez kötődik, úgyhogy Sárszentlőrincen az evangélikus gyülekezetnek a felügyelője, ez a világi elnököt jelenti, de nem csak Sárszentlőrincé, hanem a Bonyhádi gimnázium világi felügyelője, aztán Szarvasváros választotta meg szintén felügyelővé, Tolna, Baranya, Somogy vármegyéknek a egyház megyei felügyelője, és a legmagasabb tisztség, amit az evangélikus egyház köreiben elért, az a Bányai egyházkerület szintén felügyelői tisztje. Ez a tulajdonképpen Pest megyétől lefelé az ország határig a Dunatisza közén húzódó területnek a területet jelentette ez az egyház kerület, úgyhogy nagyon fontos szerepe volt az evangélikus egyházban. Tolna megyében is végig részt vett a
nem a Tolna megyei politikai életben, például Vas József vallás- és közoktatási miniszternek és Pesti Pálnak köszönhetjük a szekszárdi új kórház, az 1930-ban megnyitott új kórház tulajdonképpen kijárását, hogy felépülhetett állami támogatással ez a kórház, és más alkalommal is komoly támogatásokat járt ki tulajdonképpen, azt kell mondja, vagy ért el Tolna megye különböző településeinek, nem csak Szekszárdnak. Jótékonyságáról is ismert, az egyik legnagyobb adomány, amit ő tett, az a szekszárdi evangélikus templom és paplak felépítéséhez 40 ezer koronával járult hozzá feleségével együtt, tehát ez egy hatalmas összeg, úgyhogy tényleg jótékonykodásáról, egyházmegyei szerepéről, politikai szerepvállalásáról és a törvénykezési szerepéről is nagyon, szereplésében is nagyon jelentős. Emellett az évek alatt Szekszárdon számos társadalmi szervezetet is vezetett. Ez megint nem csak a rangnak szólt, hogy őt elnöknek vagy igazgatónak kérték fel, de amit el akartam mondani, hogy a szekszárdi tűzoltó egyletnek is főparancsnoka volt, és maga is részt vett, ha csak irányítása és egy-egy tűzoltásban a szekszárdi évei alatt. És hogy a portréról is beszéljek, ne csak Pesti Pálról, Miklósi Mucsenbacher Ödön a 20-as évektől fest meg számos reprezentatív portrét jeles személyiségekről a Vármegyeháza díszterme számára, tehát a Tolna megyei hivatali arcképcsarnok számára, különböző szekszárdi egyesületek és szervezetek számára portrékat fest, és így 1934-ben kéri fel Szekszárd városa, hogy a díszpolgárainak arcképét fesse meg, amit érdekes módon, amit itt lehet tudni, hogy még úgy is elvállalja Miklósi Ödön, hiszen ez megtiszteltetés számára, hogy tulajdonképpen csak a költségeket fizetik meg, a festőeszközök és a vászon költségeit. Az első portré, amit elkészít, az Aponyi Albert portré, amit ünnepélyesen el is helyeznek a Városházán 1934-ben. A következő évben két portrét készít el, az egyik Pesti Pál arcképe, a másik pedig Bezerédi Pál arcképe. Ezek azonban nem kerülnek, hosszú ideig nem kerülnek a Városháza dísztermébe. Pesti Pál arcképe is csak 1942-ben helyezik el. Az arcképfestészetéről azt lehet mondani, hogy a tulajdonképpen a realista hagyományt követi, szinte fotografikus hűséggel ábrázolja a megjelenített személyt, így Pesti Pált is, de azért a személyiséget is elég érzékletesen tudja megjeleníteni. Az akkori ábrázolásmódtól eltérően Miklósi portréjainál igazán harsány színeket használ. Ahogy itt is látjuk, a háttér egy élénkzöld, piros karosszékben ül Pesti Pál, és tehát, hogy egy nagyon a korabeli, a 19. századi, úgymond hivatali portrékra jellemző sötét tónus helyett itt egy nagyon élénk, tulajdonképpen vidám színeket használ Miklósi. Még így is nagyon örülhetünk neki, hogy Pesti Pál arcképe is elkészült, és Pesti Pál születésének 150. évfordulóján emlékezhetünk rá ezzel a portréval.